Petrem édifikáló egyéziemmel, és erre a sziklára építem majd az egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Ez a Szent Péter Bazilika kupola felirata, a hitvallás oltára fölött, a konfesszió oltár fölött, az talán kevesen tudják, hogy a baldahinos oltár a kupol alatt nem a bazilika főoltára. A bazilika főoltára a megszokott helyén a szentélyzáródásban van, az Péter székének, a Katedra Petrinek az oltára, de a kupola alatt ez a hitvallás oltára, mivel ezen főoltár és baldahin alatt van Péternek a sírja. És ez kifejezésre juttatja, hogy nem Péter személye, nem a konkrét közel-keleti férfi volt az, akire Krisztus ígérete vonatkozik, hanem Péter hitvallása, hitvalló ereje, ami az első pápát a vértanúságig vezette, és ami Péter mostani utódát is elhozza Budapestre, hogy megerősítse a hitvallásával a mi hitünket, és esélyt adjon arra, hogy kapcsolódva ennek a hitnek a sziklájához mi is megmaradjunk, mi is álljunk, és mi is be tudjuk tölteni a hitvallás nagy küldetését abban a pillanatban, amikor erre szükség van. Most a műcsarnok előtt tart a pápa mobil. Ugye kell egy kis felkészülési idő majd a szentmisére, ami bő negyed óra múlva kellene kezdődjön. Hát ilyenkor természetesen a pápának szüksége van arra az időre, ami kell ahhoz, hogy a gondolatait, a lelkét összeszedje a szentmiséhez, fizikailag is rákészüljön, felöltözzön a liturgiához. Viccesen meg is jegyezte ugye a találkozó során, hogy már nem 15 éves, utalva ezzel arra, hogy ő volt az egyetlen, aki ülve mondta el a beszédét. Itt a bocsánat, hogy így mondom, a már szokásos egészségügyi állapota mellett, ami érinti a csípőjét, érinti a tüdejét, most valóban gondolnunk kell arra, hogy a nyáron egy nagyobb műtétre került sor. Tehát ott még van egy